Hátrányos helyzetű gyerekek gyülekeztek Beregdarócon, az örökségünk táborban, akik kerékpározva fedezték fel a beregi vidék természeti és kulturális értékeit tavaly augusztusban. Idén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében számos különböző témájú tábor között válogathatnak a szülők. A szakemberek szerint a fokozott kínálat és érdeklődés hátterében a pandémia is szerepet játszott. Nem csak a nagyobbak, hanem most már a kisebb gyerekek is az online oktatás hatására megtanulták kezelni. Egyrészt a gyors üzenetküldős alkalmazásokat, az online játékokat, a videós alkalmazásokat, és hát nagyon sokan vannak a gyerekek közül, akik az iskolából rohannak haza, és hogy az online térbe tudjanak játszani a barátaikkal, és kevésbé a játszótérre, vagy éppen a sportpályára mennek. Azaz inkább az online térbe próbálnak játszani, mint az offline térbe. És úgy látjuk, hogy nagyon sok szülő a tábort látja nagyon jó eszköznek arra, hogy visszavezessük a valóságba, ha úgy tetszik a gyerekeket, hogy itt is van rengeteg érdekes dolog, rengeteg olyan élmény, amiért érdemes lemenni majd később adott esetben a játszótérre, vagy éppen a sportpályára. A Nyíregyházi Sportcentrum negyedik alkalommal fogja megrendezni a nyári sport- és élménytáborát. A tavalyi atlétikai centrum után idén a Continental Arénában várják a gyerekeket, akik a játékos foglalkozáson akár kedvenc élsportolóikkal is találkozhatnak. Ezt a helyszínt is szeretjük, mert sokkal biztonságosabb és meghittebb a közeg a gyerekek, a résztvevő gyerekek számára. Két turnust tervezünk ebben az évben. Az első turnus kezdési időpontja az június 20, a második pedig az ezt követő héten június 26-án kezdődik. Hétfőtől péntekig, és reggel 7:30-tól 5:30-ig vigyázunk a gyerekekre napközis tábor jelleg formájában. A Nyíregyházi Sportcentrum szervezőinek az elsődleges célja az, hogy a táborban jelentkező gyerekek minél több sportággal ismerkedjenek meg, és nem csak hogy megismerkedjenek vele, hanem a foglalkozások által meg is szeressék, kedvet csináljunk nekik a sportoláshoz. A Kisvakon tanodája 31 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit, így már az is előfordul, hogy olyan szülő hozza el ide gyermekét, aki maga is részt vett fiatalkorában az itteni programokban. A napközis foglalkozások mellett ott alvós táborokat is szerveznek. A nyári napköziben ezen a nyáron 100 gyereket tudunk fogadni egy héten. 8 turnus lesz, tehát összesen körülbelül 800 gyerek fog hozzánk érkezni. A 100 gyerekkel 14 pedagógus van, 14 és 6 pedagógus jelölt. A Nyíregyházi Egyetemmel van együttműködésünk. A táborfigyelő szakemberek szerint már most több mint 700 különböző tábort hirdettek meg országszerte, amelyek többségénél lehet élni az előfoglalás lehetőségével. Ezzel a szülők az esetleges torlódásokat és várólistákat tudják elkerülni. A napközis táborok átlagára 38 ezer, az ott alvós táborok átlagára pedig országos viszonylatban 60 ezer forint per hét.